A Dunaharaszti Városi Könyvtár az idén ünnepli új épületének 15. évfordulóját. Ez alkalomban kedves programokkal várták a kicsiket és nagyokat. De menjünk vissza egy kicsit az időben. Az intézmény vezetőjét, Táborosi Zoltánnét kérdeztük arról, hogy hogyan emlékszik vissza az 1997-es épületfelújításra és bővítésre. 1997-ben pályáztunk célzott állami támogatásra, ahol elnyertük a könyvtári beruházás összegének a felét. A másik felét az akkori önkormányzat tette hozzá. És ez egy borzasztó nagy előrelépés volt annak idején, mert a település könyvtára, ugye akkor még nem voltunk város, a jelenlegi videótéka épületében nyomorgott közel 50 ezer kötet könyvvel, meg különböző fiók könyvtárakat, letéti könyvtárakat működtetett, nagyon sok felé voltunk szétszórva, és igazság szerint a megye legrosszabb helyzetű könyvtára voltunk abban az időben. Tehát annak a pályázati összegnek az elnyerése az nagyon nagy előrelépést jelentett 15 évvel ezelőtt, mert egy év múlva 1998. október 12-ére elkészült ez az új könyvtár épület, ami ugye azóta is szerintem a város egyik legszebb épülete, hívogató épülete itt a városközpontban. Az épületet Barabás László főépítész tervezte, természetesen velünk együtt könyvtárosokkal, és a belső dizájn, a színharmónia kitalálása, és ezt szeretném elmondani, Tomona Mária hajdani rajztanárunk nevéhez fűződik, aki szegény nemrég hunyt el, és éppen a mostani újságban is megemlékeznek róla. Ő volt az, aki kitalálta a könyvtár belső építészetére ezt a kék éger és cseresznyefa kombinációt, ami nekünk is nagyon tetszik, és ugye azóta is követjük ezt a színdizájt, illetve az ehhez való alkalmazkodást. Ennek a könyvtár épületnek az átadása hatalmas jelentőséggel bírt, mert az akkori 70 négyzetméterünket több mint 400 négyzetméterrel növelte meg. Tehát meg tudtuk szüntetni a fiók könyvtárakat, a letéti könyvtárakat, és ide a központi könyvtárba be tudtuk költöztetni szinte valamennyi könyvünket. Tehát itt alakult ki a felnőtt könyvtár, itt lett az emeleten a gyermekkönyvtár, és 15 éve gyakorlatilag ez a város könyvtára, amit igen sokan használnak, sőt azóta sikerült a régi épületet is kívülbelül felújítani, és most az a videótéka, ahol a könyvtárba járók a DVD lemezeket, CD lemezeket kölcsönözhetik, illetve helyben internetezhetnek is. Mai napon hány munkatársal dolgozik a könyvtár? A Városi Könyvtár jelenleg 10 munkatársal dolgozik, ebből természetesen nem mindenki könyvtáros, mert van technikai munkatársunk, van informatikusunk is, de a többség természetesen mind a könyvtár, mind a videótéka oldalon kölcsönzéssel, tájékoztatással, illetve feldolgozó munkával foglalkozik. Az elmúlt években nem csak a szolgáltatásokat bővítették, hanem új programokkal is szeretnének nyitni a lakosság felé. Természetesen, amióta lehetőségünk van az új könyvtárba, tehát van helyünk, igyekeztünk egyre több programot szervezni a könyvtárba. De hangsúlyozni kívánom, hogy a könyvtárnak a legeslegfontosabb alaptevékenységre továbbra is a könyvekhez, a folyóiratokhoz való hozzáférés, az információszolgáltatás marad. De ettől függetlenül mi úgy gondoljuk, hogy egy könyvtárnak közösségi térnek is kell lenni. Tehát a célunk az, hogy beszoktassuk ide azokat a gyerekeket, felnőtteket, akik elsősorban nem biztos, hogy olvasnivalóért jönnek, de avval, hogy ide jönnek valamilyen rendezvényre, valamilyen programmal, elképzelhető, hogy megtetszik nekik a könyvtár, megtetszik nekik a sok könyv, a sok kiadvány, és itt maradnak könyvtár használónak. Mi igyekszünk felnőttek és gyerekek részére is különféle programokat szervezni, és egyre többet, amit általában a úgynevezett csütörtöki zárva tartó napunkon tartunk, ami azt jelenti, hogy szinte nem is vagyunk zárva, csak ugye akkor a kölcsönzés szünetel, meg kedden délelőtt ezekre az időpontokra csoportosítjuk, próbáljuk szervezni ezeket a rendezvényeket. A gyerekek esetében nagyon sokszor jönnek óvodai csoportok, általános iskolai csoportok, könyvtárlátogatásra, rendhagyó könyvtári órára. Ezek nem nyilvánosak, tehát ezeket nem is hirdetjük, ezeket magukkal az intézményekkel szervezzük meg,
és általában a könyvtáros kolléganői mutatják be akkor a könyvtárat, és tanítják meg a gyerekeket a könyvtár használatra, a könyvtár szeretetére. Nagyon sikeresek, mert nagyon sok gyerek beiratkozik, délután visszajön a szülővel, és rendszeres könyvtár használó lesz. Az esti órákban pedig általában a felnőtteknek szoktunk csütörtökönként különböző típusú rendezvényeket tartani. Ebben megtalálhatók a könyvbemutatók, író-olvasó találkozók, ismeretterjesztő előadások, sőt sorozatok is. Figyelünk arra, hogy milyen irodalmi év van abban az adott évben, tehát ahhoz is kapcsolódnak programjaink. Eléggé szerteágazó biogazdálkodással kapcsolatban tartottunk már programokat. Úgyhogy évek óta szerintem nagyon-nagyon sok programunk van, éppen most dolgozzuk föl, úgyhogy még a honlapunkra is rá fogjuk rakni, hogy aki érdeklődik, nem csak mi, mindenki tudja azt, hogy itt az évek alatt milyen programok voltak, illetve még mik várhatók az év végéig. Hogyan ünnepelték ezt a 15 éves születésnapot? Hát a születésnapunkat minden évben eddig megünnepeltük, és megmondom őszintén, hogy az olvasóinkkal ünnepeltük meg. Tehát ezek nem protokolláris események voltak, nem a fenntartó köszöntötte a könyvtárat, nem magunkat ünnepeltük, hanem igyekeztünk mindig olyan programokat hirdetni, aminek a hozzánk járók örülnek, tehát a gyerekek és a felnőttek is. Most egy szombatra esett, ez az október 12-e, tehát egy félnapos rendezvény volt, hogy úgy mondjam, 9 órától 13 óráig. Természetesen az elmúlt évekhez hasonlóan a nagy sikerű megbocsátás napját meghirdettük. Ez azt jelenti, hogy a késő olvasók, akik sok esetben már nem mernek régóta jönni, mert késedelmi díjat kéne fizetni, mert elfelejtették visszahozni a könyveket vagy a DVD-ket, azok most ezt nyugodt lélekkel megtehetik, mert meg van bocsájtva, el van felejtve a késedelmi díj, és örülünk, hogy visszahozzák a könyvtári dokumentumokat, és természetesen vihetnek újat. De minden más egyéb programunk is volt, tomboláztunk, sorsot húzhattak azaz nap hozzánk járók, voltak benne értékes könyv, meg DVD nyeremények, de egyébként mindenki, aki hozzánk betért, az kapott aznap egy szép könyvjelzőt, egy szelet csokit, egy könyvtári emblémázott tollat, golyos tollat, kinek milyen volt a szerencséje, hogy sikerült. A gyerekeket persze lufival vártuk, aminek nagyon örültek, és a kedves kolléganőim is finom otthon készített házi süteménnyel, kölyökpezsgővel, üdítővel, tehát egy kis szerény vendéglátás is volt. A TK oldalon pedig meghirdettük az egyet fizet kettőt kap akciót, ami szintén nagy siker, már régóta, tehát egy DVD-t vagy egy zenei CD-nek a kölcsönzési díját, aki kifizette aznap, az még egyet vihetett, természetesen ingyen. A legutóbbi képviselőtestületi ülésen a város vezetősége újabb 5 évre választotta meg a mind a könyvtár, mind a művelődési ház vezetésével. Tervez esetleg változtatást? Hát ez jó kérdés, az ember mindig tervez valami új dolgot és valami változtatást. Ez természetesen attól függ, hogy milyen paraméterekkel tud dolgozni, tehát meddig tud nyújtózkodni. Mennyi segítője van, hány munkatársa, hogy adódik az éves költségvetése. Tehát mi az a pénz, amit a fenntartás mellett ténylegesen és valóban kulturális programokra tud fordítani. Ez a mi esetünkben egy kicsit felemás van is, meg nincs is. Ezt én úgy érzem, hogy vannak olyan települések, ahol tudom, hogy még ennyi sincs, tehát ebből a szempontból örülünk mind a könyvtár, mind a műfász költségvetésének, de azért keveseljük, mert mindig többet szeretnénk csinálni, minél több programot, és hát ugye ennek sok esetben akadálya az, hogy mennyi gázsit tudunk a fellépőknek kifizetni, vagy a színészeknek, a hozzánk járó előadóknak. Ez természetesen mindig bekorlátozza a lehetőségeinket, de azért a munkatársaim is rendkívül kreatívak, tehát igyekszünk mindig olyan lehetőségeket találni, ami jó, ami érdekes lehet a hozzánk járók részére, de nem feltétlen kerül sok pénzbe. Ezen a szombaton 97 gyermek és felnőtt látogatta meg a könyvtárat. Ebből 16 fő új beiratkozó volt. 1000 forint a tagsági díj egy egész évre. Évközben is be lehet iratkozni, és ugyanúgy egy teljes évre vonatkozik, tehát nem egy naptári évre szól, mint régen.
Ezen kívül számos szolgáltatással várja kedves vendégeit a könyvtár. Részletekről érdeklődni lehet a dhbiblio.hu weboldalon.